Sziasztok, köszönjük. Én nagyon örülök, hogy eljöttetek tényleg így, hogy nincs se benzin, se nyár, mert most nem kezdem el sorolni, de a könyvben nagy rész benne van, ami nincs. De nem erről fogunk beszélni, nem ilyen kontextusban. Hát nem ilyen kontextusban, de egy picit a mi nincsről, meg arról is, hogy mi van, vagy mit szeretnénk. Most én nem akartam ilyen szimpatiasan kezdeni, Saci, hogy egy ilyen nagy tapsal, de látod, mégis így alakult, és azon gondolkozom, hogy amikor elkezdtünk beszélgetni októberben talán, hogy csináljuk meg ezt a mai programot, csomó mindent terveztünk, és persze a könyvet újraolvastam, és egy picit elgondoltam, hogy milyen lesz majd a találkozás a szereplőkkel, de nem tudom, hogy van egy első mondatod neked a mai programról, arról, hogy milyen szívvel készültél, mert van a könyved, ami megjelent, van benne 25 történet, ahogy te mondod, igaz mesét, ahogy Tóth Krisztina mondja, pillanatképek, nagyon valóságos pillanatképek, de most, hogy így körbenézünk a közönségnél, nagyon sok arcot felfedezünk, akik először ülnek így egyben, és eddig csak a te fejedben, lelkedben, tolladban és könyvedben szerepeltek egyszerre, és most számomra ez egy nagyon megható és nagyon fontos pillanat, hogy együtt vagyunk, és valamiképpen még inkább összeértek ezek a történetek. Te hogy ülsz most itt, milyen szívvel? Az az érdekes, hogy amikor amikor meglett ez a könyv, és elkezdtünk arról beszélni, vagy nem is beszéltünk róla, csak valahogy talán az Illés Andreával, a könyvszerkesztőjével és a Szkolár Kiadók főszerkesztőjével beszéltünk a majdani bemutatóról, hogy nyilván lesz bemutató, mert ugye a könyveknek általában van valamilyen bemutatójuk, és így akkor vágott az agyamba, hogy és akkor majd meghívok szereplőket. És ez valahogy annyira lelkesített ez a gondolat, és annyira büszke voltam magamra, hogy ezt kitaláltam, pedig nem volt nehéz kitalálni, mert annyira adja magát. Mert hogy igazából tényleg az van, hogy az ember megírja ezeket a történeteket, és valahogy úgy maga mögött hagyja, részben nyilván 100%-ig nem lehet ezeket a szereplőket, ezeket az embereket, ezeket a sorsokat, és közben mégis viszi magával egy a szívének vagy a lelkének egy részében. Úgyhogy én nagyon-nagyon megörültem ennek a gondolatnak, amit volt már ennek a filmnek egy bemutatója, de ott ez valahogy nem sikerült így megvalósítani, vagy meg hát akkor már beszélgettünk erről, hogy akkor lesz majd rá idő, és akkor ezt valahogy igyekszünk összehozni. Úgyhogy nekem ez nagyon nagy öröm, hogy itt vannak ezek a fantasztikus emberek, akik kicsit így beengedtek az életükbe. Hát nem is kicsit, és olyan érdekes, hogy nem csak téged, hanem mindannyiunkat, és minél inkább az ember elolvas egy történetet, amikről most egy picit szeretnék beszélni, hogy hogyan is először beüzetés a paradicsomba, újabb és újabb gondolatokat kapok a hiányról is, ahogy az előbb kezdted ezt az estét. Igen, mert nagyon sok fájdalom, hiány, nehézség van, amitől elkezdünk szorongani, amikor olvasunk, és mégis a legtöbb történetben ott van az a kulcs, ami mindannyiunkat összekapcsol, és ami reményt tud adni, ez pedig a szeretet. Valami, ami vagy megvan, vagy ami felé szeretne valaki tartani, vagy egy pillanatig megkapta, és valahogy ennek a kettőnek, ennek a kettős világnak az ívén jönnek ezek a történetek. Na most adottam, hogy 25 történetet, csodálatos bevezető van Tóth Krisztina szavaival, aki nagyon szépen értékeli az írásaidat, a novellákat. És azt mondom, hogy aki ismeri Dobra és Aroltát, akár a regényedből, akár a nőklapjából, akár régóta követ vagy olvas, azt mondom, hogy tudja, mire számíthat, tudja, hogy tényszerűen, de érzéssel bemutatsz emberi sorsokat, ránagyítasz történetekre, amikben mi kapunk. De mégis hogy áll össze ez a könyv, és mi a tétje szerinted? Mennyi idő alatt jöttek ezek a történetek, és milyen történetek, mik ezek az igaz mesék, amik összefoglalva benne vannak? Hát azt hiszem, hogy a legkorábbi történet az 2015-ös talán. Tehát akkor, hogyha így veszél, a legutolsó meg 2022-es. Akkor ez így 7 év. És hogy áll össze, igazából nem volt nekem ilyen nagyon
konkrét tematikus elképzelésem ezzel kapcsolatban, hanem tényleg azokat az írásokat válogattam bele, amiket én nagyon szeretek valamiért. És ugye ez a valamiért, ez többféle dolog. Vannak olyan szövegek, aminek például a legeslegjobban a ritmusát szerettem, ami egy kicsit ilyen önző, vagy nem öncélú, de hogy ez is érdekes, hogy vannak például olyan írásaim, aminek nagyon-nagyon szeretem a mélységét és a tartalmát, és valahogy nem jött úgy ki nekem érzetben a végén, akárhányszor elolvasom a ritmusa, hogy az úgy egybe legyen. És itt jön az, amit én nagyon örültem, hogy a Tóth Krisztina következetesen áll a novelláknak nevezte ezeket az írásokat, pedig hát nem novellák, ki is kellett javítanunk, mert ő úgyis írta a bevezetőben, mert ugye hát a novella azért nem a 100% valóság, vagy nem úgy. Most hogy kanyarodtam ide? Ezt már te tudod, hogy ezt így néha megkérdezem. De nem baj, mert én már észrevettem nálad, hogy te mindig vagy ezeket az érzéseket kikerülöd, de úgyis vissza fogok térni újból és újból. Tehát kik a szereplőid, hova mentél, és egyáltalán hogy álltak össze, nem csak szöveg szerint ezek a történetek, hanem hogy a te lelkedbe. Tehát hova vitt az utad, hogy találtad meg azokat a történeteket és azokat a szereplőket, akik itt ülnek? Engem mindig az érdekel nagyon, ami nem fér a fejemben. Tehát amit, vagy azt érzem, hogy én annyira annyira földig hajolok azelőtt az adott ember előtt, ami információ eljut hozzám belőle, hogy nem is értem, hogy valaki hogy lehet ilyen, vagy hogy képes azt a dolgot megcsinálni, vagy egy olyan élethelyzetből ő hogy tudja kihozni azt, amit. Vagy nem is feltétlenül ez a tisztelet, hanem van, amikor meg a kíváncsiság hajt nagyon, hogy szintén azt érzem, hogy én nem értem, hogy ezt miért csinálják emberek, és meg akarom érteni. Persze a végén aztán az ember, amikor már sok éve próbálja ezeket a dolgokat megérteni, újságíróként is, akkor rájön, hogy ez a kulcs, hogy meg kell tanulni, hogy 100%-ig soha nem fogod megérteni a másikat, de meg tudsz benne látni nagyon fontos dolgokat, amivel tudsz hozzá kapcsolódni. És szerintem ez a furcsa az egésznek, meg az emberi kapcsolatoknak, hogy el kell jutni arra a pontra, hogy feladjad az állandó megérteni akarást. Persze egy bizonyos pontig el lehet jutni a megértésben, és az nagyon fontos. És nyilván ehhez segít az empátia, vagyis ez kölcsönhatásban van egymással a kettő, de hogy úgy tudjál szeretni és elfogadni embereket, hogy értsd, hogy nem érted őket teljesen. Most én azt mondtam az imént, hogy ezek ilyen pillanatfelvétele, hogy idéztem Tóth Krisztinát, most, hogy foglalkoztunk a ketten a könyvvel, neked van egy ilyen összefoglaló gondolatod, hogy hogy találkoztál te ezekkel a szövegekkel? Ilyennek látod őket, vagy ezeket a sorsokat? Jó estét kívánok én is mindenkinek. Engem olvasni hívtak ide, szóval nem álltam ezt a kérdést. Én hálás vagyok Sacinak, hogy megírta ezt a könyvet, és úgy érdekesnek tartom, hogy most, hogy elkezdtél beszélni egyből a szerkesztődet, mondtad, és egy kollégiadót, írtál egy könyvet 25 sorsról, és akkor még mindig nem vagy te. És most ide kiültettünk, hogy na most már tényleg legyél te, és még mindig azt szeretnéd, hogy mások legyenek. És nekem a szüleim szociális munkások, és úgy hasonlóan élnek, vagy hasonlót mutatnak, vagy hasonlóban vannak, és sok dolog összecsengett. És azért úgy jó nézni és jó hallgatni, hogy gondolkozol erről, és ugyanakkor kíváncsivá is tesz, hogy mi van benned. A másik pedig, amit szerettem, hogy ezek úgymond tündérmesék, olyan szempontból, hogy néha annyira fájdalmasak, hogy már ismét nagyon szépek, és hogy megmerted kérdőjelezni a karaktereidnek a helyzetét sokszor.
Például, hogy a Csöppinek írott, hogy ez most borom, vagy szent. És tehát ez újra realitássá teszi ezeket a történeteket, amik például Jutka történetét olvasva, szerintem minden egészséges ember egy idő után nem tud ugye tovább olvasni, vagy kicsit félreteszi, elgondolkozik, hogy mit vásárolt ma, hol járt ma, hány fokra fűtötte a radiátort, és ilyenkor nagy, ahogy te a szürreális módon a ritmust mondod, én most az ízlést mondanám, hogy ez ízlés kell, hogy ezt az ember jól, meg hát persze emberség, hogy jól kell fogalmazni, szóval hát ennyire tudlak dicsérni. Elég lesz. Na ugye milyen jó, hogy feltettem ezt a kérdést. Ezt is gondolom, szóval köszönöm, és olvassak? Szerintem, de rögtön kezdhetjük az első. Elkaszultam el a dolgásástól. De majd mindjárt szólok. De milyen jó, hogy feltettem ezt a kérdést, mert egyébként tényleg beszélgetni szeretek, meg közösen gondolkodni. Most, hogy említetted Jutkának a történetet, olyan érdekes, hogy mondtam a sokkadik olvasást. Itt a teremben egyébként már mindenki vagy egy, vagy történetet, vagy ugye könyvet már olvasta? A legtöbben olvastátok már. Ez milyen kérdés van ez? Nem olyan kérdés egyébként, mert ugye mondom, el is kell mondani, hogy miért. Nem kell elmondani, de valaki ki fog jönni. Azért, mert egy könyvbemutatónál mindig nagyon tudom, de két dolog tud lenni. Az egyik, hogy itt most beszélünk valamiről, amit mondjuk nem ismer a közönség. Ugye olyan bensőségesebb nyelvről, meg formáról, de még mindig nem mondtuk el, hogy van egy Csöpi, meg van egy Jutka, meg van Apple, meg van Börtön, meg van... Tehát még nem mondtuk el, hogy mi ezért kérdezem, hogy mennyire érdemes belemenni. De akkor amellett, hogy szerintem egy picit érdemes azért, hogy mik a helyszíneink és hova mentél el, előtte el is mondok akkor egy picit személyest, hogy nagyon sok felé tud vezetni a történet, Jutka történetét elolvasva. Előjött a sajátom, és pont két napja hazamentem anyukámhoz a hétvégén, és előkerestem azt a levelezést, képzeld el, és teljesen újraéltem a világon. Én ugye második kerületi vagyok, és egy második kerületi gyermekotthon mellett nőttem föl a Bolyai utcában, és életem első levelező partnere egy Pomozi Olivier nevű fiú volt, aki a nevelő otthonban lakott, és az ő barátja, Kozák György szintén, akivel meg a testvérem kezdett el levelezni, és egész általános iskolában mi ezzel a két fiúval leveleztünk, ők voltak először nálunk zsúrba, ők voltak először, akikkel ilyen közös programot szerveztünk, és szinte családtagok voltak. Elveszítettük egymást általános iskola után, de mi is bejártunk hozzájuk, és édesapám ilyen póttestvérnek fogadta őket hozzánk. És nagyon sok felé tudnak vezetni ezek a történetek. Amellett, hogy tapasztaljuk a rettentőt, a szinte szavakon túli felfoghatatlan, amellett mégis, ahogy már többször visszatérek, valahogy az örömről is van benne szó, és ez le is írja több szereplőt, hogy arra felé tart, hogy mi volt az öröm számára, vagy a szeretetben, vagy a másik ember tekintetében kapaszkodik. Mesélsz egy picit akkor egy-két szereplőről és a helyszínekről, hogy mi mindent fog össze ez a könyv, és utána jön az első részet, mert hát nem véletlenül üres ez a két szék, mert ide szeretnénk majd egy-egy vendéget kihívni. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy engem nagyon izgat a véletlen, tehát emberekbe véletlenül való belebotlás, mert nekem az a mániám, hogy ha elég közel megyünk valakihez, akkor mindenképpen érdekes az az ember, az a sors. Nincs olyan ember, aki nem érdekes valamiért. És az a történet is érdekes, amit valaki nem mond el, tehát valakinek a csendje is tud nagyon sokat mondani, és nagyon izgalmas lenni. Úgyhogy én nagyon sok történethez úgy jutottam el, hogy egyszerűen csak elindultam a vakvilágba. És tehát konkrétan ma például ez az Apple-i történet is, hogy beültünk a fotóssal az autóba, és tanakodtunk, hogy most északnak menjünk, vagy délnek, vagy jobbra, vagy balra. Mondtuk, hogy menjünk északnak, mentünk, és akkor ilyen teljesen találomra mondtam, itt kanyarodunk jobbra, itt balra, akkor ki volt írva, hogy Apple, mondom, úristen, Apple, ez milyen vicces, hogy ugye Apple.
És nézzük meg, milyen Apple, nézzük meg, hogy milyen az első ember, akibe belegotlunk Apple-ön, vagy Apple-ben, is tudom, Apple-ön. És akkor itt találtuk Runga Györgyöt, aki ott ucsörgött a délben a posta előtt. És ez is különben annyira szép szerintem, tehát ez is annyira ilyen szimbolikus, hogy egy olyan településen, amiről az ember soha nem hallott, biztos, hogy van egy posta, és biztos, hogy van egy ember, aki éppen a posta előtt ücsörög. És ez volt ez az ember, és igazából semmi érdekes nem volt az ő történetében, azzal a szemmel nézve, hogy mondjuk újságíróként az ember sokszor úgy keresgél témákat, hogy fú, ez nagyon izgalmas, fú, ez nagyon különleges, fú, ez szenzációs, vagy ez valamiért, valami extremitás kell, hogy legyen benne, vagy hírértéke legyen a dolognak. És engem pont az izgat leginkább, aminek látszólag nincs hírértéke, és hogy amúgy meg mindig van. És sok ilyen, például a Tanyás történet is, így lehet, hogy azt mondom, hogy nézzük már meg, menjünk már valahova el a francba, vagy Tanyára, és nézzük meg, hogy ki van ott, és mit csinál. Úgyhogy így, de például persze nem mindegyik történet így lett a Jutkáról, akkor a Jutkáról olvastam, hogy volt egy hír róla, hogy beköltözhetett egy kis lakásba végre 30-valahány év után. Már nem is tudom, hogy hol olvastam, ilyen én is fönn vagyok az összes ilyen oldalon, ahol ilyen történetekkel lehet találkozni, vagy hogy ahol segítséget keresnek embereknek, stb. Stb. És akkor utána láttam, hogy a Szalai Kriszta amúgy írt is egy monográmát az ő történetéből. De az még azelőtt volt, amikor még nem költözött be a lakásba, és akkor ez is nagyon érdekelt, hogy milyen lehet az 33 év után, amikor az ember nyilvánvalóan, de ezt aztán persze meg is erősítette, hogy nyilvánvalóan nem vágyik másra, tehát a legnagyobb álma az, hogy legyen egy kis pici, csöndes hely, ahol nyugodtan aludhat. És hát ezt nagyon sokan megerősítették, ugye én sok hajléktalan emberről írtam, tényleg kezdettől fogva, most már 20 éve, vagy lehet, hogy nem, de kb. 20. És mindig ez a vége, hogy a legnagyobb álom, hogy kinek mi a legnagyobb álma, és nyilván mindig az a legnagyobb álom, hogy egy pici hely, ahol nyugodtan lehajthatom a fejem, nem bántanak, nem fognak éjszaka megtámadni, nem fagyok meg. És egyébként a könyv címe is azért valahogy ide kapcsolódik, egy olyan történethez, ahol valahogy ennek az otthonnak, vagy az otthon létnek a megtalálni. Igen, az is, hogy hogyan tudják megtalálni, ugye ez pont egy hajléktalan szerelmes párról szól ez a történet, a Beüzetés a paradicsomba című, ahol az van, hogy onnan is, de ezt a Jutka is tud erről mesélni, hogy onnan is kiebb rugdalják az embert, amikor az erdőbe felépít magának egy kis kunyhót, és berendezi a saját erejéhez képest a legjobban, a legszebben, és meg hogy mindenkinek kell, hogy legyen egy otthona, és nekik ez lesz az otthonuk. És onnan is kiebb rúgdalják őket valamiképpen. És hogy ők oda vágynak ebbe a történetbe vissza, azért ez a Beüzetés a paradicsomba, hogy ők oda vágyakoznak vissza a hajléktalan szállóról a kis erdei kunyhójukba, mert nekik az volt a paradicsom, és abba találták meg a szépséget, és olyan szép, ahogy tényleg úgy sorolják azt a sok csodát, amit ők ott meg tudnak látni, hogy mi a szép abban, miközben mi, akiknek azért van rendes lakásunk, mert ugye teljesen más körülmények között élünk, nem tudjuk, nem, nagyon sokszor nem tudjuk meglátni azokat a kis csodákat és szépségeket, amiket ők megélnek. Na akkor jön az első felolvasás, hogy ez az összekulcsoljuk a lábunkat, és boldogok leszünk történetből, de ezt most még ilyet nem csináltunk, úgyhogy nézek rá, csak hogy legyen a forgatókönyv. Hívjuk ki a vendégeinket, hogy először jöjjön a rész. Igen. Szerintem a olvasás alatt az jó, itt vannak, nem? Igen. Marci Cili, gyertek, fogadjatok őket sok szeretettel, gyertek! Kérvási Marci és Józsók Cili. Mehet a menet? Marci Cili? Akkor... Reggelente nem kellnek korán. Hagyják, hogy lassan éljen szét a pilláik, ahogy az a pilláiknak éppen jól esik.
aztán következnek az ölelések. Álomból kinyúló, ébrenlétbe átkapaszkodó karok. Egy kockás és egy csíkos pizsama. Marci mondja, hogy is van ez, menetrendszerűen. Csókolgatom a Cilit, finoman, simogatom az arcát, kedveskedem, mert neki az jó. Nekem az jó, mondja rá Cili, és a téma le is van zárva, erről nincs mit többet beszélni. Marci az ágyba viszi a lánynak a kakaót, aki aztán szigorú törökülésben fogyasztja azt el, a matrac legközepébe belesüttetve. Mindig. A kakaót szereti, nyomatékosítja a fiú. Cili meg elkészíti a reggelit, áll pizsamában a háztetők felett bezuhanó reggeli fényben, erősen koncentrál, minden egyes mozdulat egy külön egység, tojást süt, 2x2-t, mutatja türelemmel, ahogy a tojásokból palacsinta forma terül ki, abba aztán beleszórja a sajtot, feszes, vérbőrű retket vág hozzá, illetve bele, aztán egybehajtja az egészet. Töltött rántotta, jelenti, és kihúzza magát. És ebben megint nincsen semmi különös, nincsen benne semmi. Csak a jól lakás ígérete, a testé, meg a szívé egyaránt. Reggeli közben DVD-t néznek, minden reggeli közben. Ugyanazon a napon születtünk, emelik a fejét, Marcia rántotta mögül. Augusztus 14-én. Csak ő 80-ban, én meg 86-ban. Cilire néz. Vártalak. Vártál? Kérdez vissza alá. Az esküvőt is meg kell szervezni. Tavaszra. Így Marci. Megvan már a ruha is. Fölül csupa csipke. Gyönyörű. Gyönyörű. Fátyol is lesz. Aztán csak megfogom, majd így felemelem és megcsokolom a Cilit, a világ legszebb mennyasszonyát. Mutatja, hogyan lesz. Csók. Köszönjük szépen a részletet. Na most akkor jó zavarba hoztunk titeket ezzel a nagyon intim részlettel, ugye azért nem semmi itt ülni 100 ember előtt is hallgatni, de hát ez a zavar már a nyilvánvalóan a könyvnél is volt. Egy picit felidézitek a Sacival való találkozást? Milyen volt a beszélgetés a Sacival? Könnyű volt elmesélni az életet? Könnyű volt egy picit közel engedni? Igen, tehát amikor mert találkozunk, akkor ő elmondta, mint akar írni, csak a mi életünkről írta, és pont amikor felolvasta, ez minden hiszvét napon csinálom, a cégnek a kávét kapomat, a nyomulóját, és akkor fekeresek minket a feszélyt, hogy ilyen lógunk, és ez nekünk ez nem jól esik. Nagyon Színész egyébként a Marci, nem volt még szó, mert addig nem tudtunk el a szövegben, szóval... Igen, a Bartosás Színházban ilyen játszol, de most nem jártunk, de ott most volt a Klantumton új dolog bemutatója volt, és abban ilyen foci van a témája, és akkor abban én középpályás vagyok, abban a darabban, és nagyon igazán, majd jövőre, ha lesz, akkor lehet eljönni, megnézni minket a Jaffia utcában, lehet megnézni minket. A visszatérben a jobbra jövök, hogy... Nem, mert itt mi két Dobrai vagyunk, mert az apu, aput is ott van az apám, mert így csinált rólunk. Igen, de úgy volt a telepagyásunk, hogy először a Dobrai írt tényleg a nyoklapjában egy cikket, és akkor utána az apja, Gyöblai György, szerintes jó apja a Szerelem Mese Bőrű című filmet csinálta, hogy csinálni egy filmet rólunk, a Kettőn című film, és mi életünkről, és előírt a Sacia könyvében, hogy ezt meg fogalmazta a könyvben, és én nekem nem az írás, hogy hát én is író vagyok, tehát én tudom, hogy miért van szó. Hát én is erre szeretnék beszélni, a magyar akkülőről is. Hát felvileg
Én nem minden alvártam, mert nem egy minden rádem, mert tudom alvártni. Tehát első fejezet az történt, hogy mi ketten, mi szeretjük egymást, már egy gyöltem megismertük már 20 éve. Tehát ez ilyen életmeneti fejezet, egy élet, egy szakaszsal, amikor már megismertem már 20 éve, hogy mi gyerek voltunk még, és imedett ez az egész. Az élet szerelem dolog. És én jött össze, és mi az egy csört is jött. Vagy később, de még az még van. De nem akkor szerint van. Mi volt még? Előző szemben volt volt belé, férjem is volt, amikor szakítottam, nem voltam jól sem, beteg voltam, mert én is voltam színész, mert mi volt az erőből, de most már megnyertem, az is elfogadtam, depressziós voltam, és ott hattam, most már csinálok más. Igen, és az, engem az hatott meg nagyon, és erre is voltam kíváncsi, amit a Cili mondta, hogy igazából erről szól az egész írás, csak ugye el kell majd olvasni, meg a dokumentumfilmet is meg kell nézni, mert az is nagyon-nagyon szép, hogy tényleg csak az, ahogy ők léteznek, meg ahogy ők egymással vannak, és ahogy szeretik egymást, tehát az a teljesen sallangmentes, feltétel nélküli, iszonyú egyenes, őszinte, szeretet és szerelem, és olyanokat bírnak mondani, tehát én imádom, hogy amire különben az ember így hátraököl, hogy úristen, hogy lehet ilyet mondani, de azért, mert nem vagyunk hozzászokva ahhoz a 100%-ig egyenességhez és őszintességhez, ami bennünk van, tehát ők tényleg fantasztikusak, és hogy olyan filozófiai kérdésekről tud a Marci is beszélni, a maga egyszerűségében és igazságában, hogy ez megdöbbentő. Köszönöm szépen, ez jöttött. Laura, meg én szintén vagyok mindenhez, hogy én a ilyen Elgen Lör szólom, azt ki éneklem, tehát szoktam éneklni. Tehát még jó hallásom, tehát én már kiskorom óta milyen szerettem, és ennek az élet, amit bennem van, az minden embernek adna szeretet. Ez a szeretet mindenkiben benne van, akár mondjuk példának a színházban is, ahol vagyok, tehát ott is szeretnek, tehát ahol lakunk, ott is szeretnek minket, a szüleim is nagyon szeretnek, az anám, aki a halást tőle megölköltem, és ezt nagyon benne van. És olyan szép, tényleg azt fűzi össze ezt a történetet, hát én régi rajongód vagyok, ezért elmondhatom a Baltazár Színházból. Gratulálok a munkádhoz, és a kettőtök történetet megismerve Soci írásán keresztül, pont ami összekapcsolja Hasi, és ezt a sort is felolvasnál beszéltünk, hogy nincs is ebben semmi különös, ez a különös. És hogy tényleg vajon meglátjuk-e, vagy meg tudjuk-e élni mi ezt a tisztaságot, mert valahogy talán errefelé tartunk mindannyian, de hogy van-e kapacitásunk a tisztaságra, mert ennek tényleg tétje van, hogy két ember csak összekulcsolja a lábát, néz egy filmet, és megmutatja nekünk, hogy hogy kell szeretni a másikat. Igen, és hogy néha tényleg olyan, amit különben azt gondolnánk, hogy hú, ez milyen nyálas, hogy ilyet nem mondunk egymásnak, és akkor derül ki, hogy nem, tehát már annyira cenzúrázzuk magunkat is, és kívülről figyeljük, hogy hú, ez most nem sok-e, vagy most ez milyen, vagy olyan, vagy amolyan.
És ugye amikor én itt csak így figyeltem őket, ott megfigyelőként ott voltam a kis lakásban náluk, és hogy sorba így mondták teljesen random így egymásnak így ezeket a dolgokat, hogy olyan vagy, mint a lelkemen átvilágító fény. És igen, és ilyeneket így mondanak egymásnak így egyszer csak, és itt telik a napjuk. És azt gondolnánk, hogy fú, hát ez azért, na hát ilyet azért nem mondunk, ez milyen már. És akkor jövünk rá, hogy ilyen van, hogy az ember valakinek, egy ember a másik embernek olyan, mint hogyha a fény beáramlana a lelkébe. És akkor ők ezt kimondják. És ennek így kéne lenni mindig. Mondjuk egy valamit, még volt a Soundsban koncertem, és átalálta nekem a Soundi. Az a szeretet, amit a Soundi adott, az ilyen boldogság volt benne most. Tehát, hogy ő támogat minket, a Cilivel együtt vagyunk, ők is már 30 éve vannak a fejével. Tehát, hogy azért mondjam el a Sanzit példának, mert mi is úgy élünk a Cilivel, hogy mindent csinálunk együtt, elmegyünk vásárolni, elmegyünk mindenhova, meghívom őt, ő itt engem, mindenhova megyünk együtt, tehát nincs külön-külön. Tehát ebben a könyvben, amit a Paradicsom, Adam és Évától vagyunk benne, amikor őt a kivizi őket, mi is abban vagyunk, hogy mi kiúszunk ebből a dologból, ebből a volt a járván időszakból, kimentünk ebből, és ez olyan boldogság nekünk a Cilivel, hogy mi együtt nagyon szeretjük egymást, és mi örökké fogunk élni. Ebben a filmben is benne van ez a történet is. Ez gyönyörű lezárás is volt. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és nagyon köszönöm, hogy megosztottátok a történeteket Sacival, és ezáltal mi is megkaphatjuk. Ez egy áldás, és ebben egy picit most részesülhetünk abból, hogy is lehet szeretni. És ez nagyon-nagyon nagy dolog. Úgyhogy köszi, hogy eljöttetek. Köszönöm szépen! Na nézzük, viszont várunk, hogy belégett a szép padra, mégpedig Csöpit. És őt az imént már meg is idéztük a beszélgetés elején, ő volt az, akiről mondtad, hogy nem, hogy bolond ez a nő. Simán mentek, hogy bolond ez a nő vagy szent. És amikor először beszélgettünk, nem szeretek visszautalgatni a korábbi beszélgetésekre, mert úgy csak voltak ott sokan, vagy más a közönség. De hogy emlékszem, ez volt az első történet, amit kiemeltem neked, hogy ez a 9 rózsaszín szemüveg, ez egyszerűen nálam ilyen könyvpont volt, mi a családban, hogy a könyvpontnál. Nagyon gyorsan eljött a könyvpont. És közben itt is a szövegben olyan természetességgel találkozunk, hogy hát mi az extra? Ez a maga természetességében megélt élet, amit bemutatsz, de akkor először átadjuk a szót Hasinak, egy picit megidézzük a történetet, és utána beszélgetünk. Köszönjük, hogy itt vagy. 9 rózsaszín szemüveg. A királylány jön először. Mintha a nap fénygolyója mögül bördül neki, röpül felém a kopasz, felfort fűn. Mosoly leterít, izmos ölelése bekebelez. Aztán jönnek a többiek is. Fürdőruhákban, vizesen, bátran, óvatosan, csendben, zajosan. 9 féleképpen. Mint valami jól rendezett színházi kép, ahol nagy melegség üt át a színen, és nem csak a hőség teszi. Kis Istvánné, Csöpi, meg sorolja rutinnal, ki kicsoda, majd alig bírom követni. Na hát, fogja meg az gépben említett gyereke feje búbját puhán is, erővel is. Ő itt a Döme, ő meg a Krisz, ez meg itt a Bencusom. Ők örökbe fogadottak. Döme már 20 éves, de a felnőttség ilyen tájt megszülető görcséből nincs benne semmi sem. Néz hosszan, közelről az íris szembe, nincs melegvés. Aztán szétomlik arcán a romlatlan mosoly, és a többiek. A királylány, aki amúgy Bernike, de nekünk csak Jucus, folytatja. A Hemi és az ő tesója, a Savanya.
Ők hárman nevelt gyerekek. És az öcskös, aki amúgy Gergő, meg a Robcsi, és a legkisebb, a Samu baba. Ők családba fogadottak. Hogyan? Miért? Bolond ez a nő, vagy szent? Ez egy kérdés, ha csak a koppanós tényeket ismerjük. Hogy az öt saját gyereke mellé odavett még 9-et. Hogy egytől egyig mind sérült. Down-szindrómás vagy autista. Hogy ráadásul fogta magát, és a legnagyobb fiával meg a 9 gyerekkel leköltözött a főváros legközepéből ide vidékre. A semmibe. Hogy egy komplett gazdaságot, paradicsomot építettek fel. Hát, se nem bolond, se nem szent. Köszönjük szépen. Hát most egy picit átadom neked a szót, illetve mind a kettőtöket kérdeznélek így az egymásra találásról. És ugye pont ezután jön az a rész, hogy hogy bírhat el egy ember egy ilyen óriási önként vállalt terhet, teszed fel a kérdést, teher emelül ám a szemét. Hogy találtál rá Csöpire és az ő történetére? Pont gondolkodtam rajta, hogy is, mert te emlékszel? Jöttem. Én mindig én így megjelenek így helyeken, meg így fölhívok embereket, és akkor megyek. Valahol szerintem valakitől hallottam rólatok. Tehát valahogy eljutott a hír, és akkor ez megint az a kategória, ugye ez nem a véletlenszerű belebotlás kategória, hanem az, hogy így rögtön kigyullad az ember fejébe a villódzó fény, hogy de hogy? De miért? Hát az, amit leírtam, szóval igazából én csak azt írom, amit gondolok, hogy ilyen egyszerűen működöm. És akkor megkerestem Csöpék, és mondtam, hogy akkor én ide elvinnék, én megnézem, hogy ez itt mi a túró, és hogy van. És akkor mentem, és fantasztikus élmény volt. Tehát tényleg, mint egy ilyen paradicsom, és tehát az a szeretet, az az energia, és hogy tényleg az, hogy így visszakérdeztél, hogy ez teher, tehát mint ha így hülye lennék, mert nyilván nem ezt gondoltad, hanem olyan, nem tudom. De hogy igazából nem is értetted a kérdést. Azon gondolkozom, Csepi, ahogy elolvastam a történetet, itt van előtted a mikrofon, és akkor mindenki fogja hallani. Hogy igen, tehát hogy ez a nő szent vagy bolond, de hogy inkább az a szó forgott végig a fejemben, hogy mi az, ami döntés kérdése az életünkben. Tehát, hogy ez, én úgy érzem az elolvasás kapcsán, hiszen nem ismerjük egymást, hogy ez nem döntés volt, hanem ennek így kellett lennie, tehát egy picit a mikrofon. Kicsit közelebb velem. Hogy hallják is, akik ott ülnek? Szóval, hogy ezt a nagy könyvben valahogy biztos így volt megírva, hogy ennek így kell lennie. Mert hogy a nagyok kirepültek, öten, vagyis csak 4-1 maradt. És hogy egy álmomat tudtam így megvalósítani, hogy jött először a Domá, és sorra a többiek. Az utolsó 3 tesó pedig a szó szerint az élet sodort elém, amikor megtudtam, hogy milyen körülmények közt élnek, és akkor az öcskös jött, aztán a szülőszobáról Robcsi, és utána megint szülőszobáról Samu babu, és akkor itt beteljesedett a történet. De hogy ugye az volt, hogy mert ugye az minden biztos sokakban felmerül a kérdés, hogy de, amit szintén le is írok, hogy de miért ők? És ugye elmesélted, hogy... Hogy itt a karácsony, itt a télapó, itt volt a télapó, és jöttek a motoros télapók, és boldogok voltak, hiába 25-26 éves, neki ez olyan, mint egy 4-5 évesnek, ma is hisznek a Jézuskába, hisznek a télapóba. Van, ami erőt adjon, hogy feldíszítsd a házat, hogy megfőzzél, hogy tanítsd őket, hogy mindig van valami, amiben boldogságot tudsz nekik szerezni, és azáltal te is, én is boldog vagyok, mert ők örülnek, és én is ugyanúgy örülök ilyenkor, meg a nagyfiam is, meg a többi gyerek. De hogy lehet ezt a, tehát hogy nem teherként megélni, akkor is, hogyha a teher, azt nem feltétlenül 100%-ig pejoratív értelembe értjük, de mégis rengeteg
dolog van, feladat van, nincs egy pillanatra megállása. Tehát egy, mondjuk egy sérült gyerekkel is azt tudjuk, hogy nem könnyű. Most én erre mondtam azt, hogy ezt arra mondtam, amikor egyszer gyerekem volt, a legnagyobbom, aki itt van, hát ez egy pokol volt. Hát akkor, szerintem annál nehezebb nincs, mint amikor egy emberek egy gyereke van. Mikor öt volt, hát az ott tök jó volt, akkor ment minden, akkor pörgött minden. Na most egy sérült gyerek, nem sérült gyerek. Az jöttek sorba, és így 9-en, az már egy nagy kaland, egy buli. Az, hogy megjelenünk, elmegyünk Balatonföldvárra, és hogy elkinéző, hogy Jézusom! És mondom, nem, az nincs köztük, de itt ott. Tök természetes dolog, hogy lemegyünk a Balatonpartra, hogy elmegyünk a Baltazár színházba. Mindent meg kell szervezni. Tehát az, hogy most ide jöhettem, az azt jelentett, hogy a tankerület vezetőjétől engedélyt kellett kérni, hogy egy napot benne aludhassanak a koleszba, hogy ide tudjak jönni. Az egyik nagyfiam ide jött, hogy elvigye a Samuba, mert ő ugye nem oda jár iskolába, most ők csatambolnak az éjszakában. Tehát mindent meg kell szervezni, de minden megy. Arra emlékszem, tehát az is úgy megütött, de azt is, hogy milyen természetességgel mesélted, az benne is van a könyvben, hogy amikor az első gyerekek hozzád kerültek, vagy az első, a dövetele, hogy akkor, hogy te elhatároztad, hogy neked, te ugye több saját gyerek most már nem lehet, akkor jöjjön akkor más úton, de hogy az csak Dános lehet. És akkor mondták, hogy pont. Van egy, és azt mondtad így láthatatlanban, hogy jó, akkor az jöhet. Igen. Tehát, és hogy tényleg így lett. És utána, és azóta a legnagyobb szeretetből, tehát nem is az, hogy kiderül utána, hogy azért ez milyen felelőtlen kijelentés volt, vagy. Hanem, hogy tényleg ilyen egyszerűen ment ez nálad, és... De nem most már 26 éves, tehát végül is 25 és fél éve van velünk, és mindegy, hát most már Samuban most 11 éves felnőtt férfi ember, hát azért van az éjszakában most. Tehát, hogy nem, van, aki sokan pelenkásak a mai napig, de erre szoktam, hogy Robcsi nem tud olyan büdöset kakin, ami nem parfüm illető. Tehát, hogy ez így jön, 175 centi magas lett, 14 éves, de csináljuk vele, és imádás. Nincs itt lankadás idő. Mire? Az a legvégét azt felolvasod, Hasi, csak igen. A szöveg legvégét? Vagy? Nem az utánkövetés legvégét, hanem az eredetinek a legvégét. Ez, hogy... Hogy beszélsz arról, hogy az a nehéz néha, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy te azért csinálod ezt az egészet, mert milyen sok pénzt kapsz ezért. De hogy kb. Ez az egy nehéz benne, ami nyilván teljes hülyeség, mert hogy... Igen, mert hogy az örökbe fogadott, akiért nem jár, családba fogadott gyerekekért nem jár, jár a családi pótlék, és ezen kívül a szál. Igen. És akkor utána elmondod azt, hogy... Hát itt van a csapja. Hogy mondjam én? Mondja te, mert nem tudom én. Akkor elmondom, mit mondtam. Kis csönd után teszi hozzá, hogy inkább a külvilág az, amivel nehéz. Az emberek értetlensége fáj csak időnként, meg a felfelbukkanó irítség. Hogy kering rólunk, hogy mennyi pénzük lehet biztosan. Hogy azért az a sok gyerek, mert kapják utánuk a 100 000-eket. Pedig a 9 közül csak a 3 nevelt után kapnak valamit az államtól. A többi 6 után egy fillért sem. De hát mi ez ehhez a kimeríthetetlen sok örömhöz képest, tárja szét a karjait, amiben most 100-szor is röpülnek bele a gyerekek, hogy szinte fellökik, kezek, lábak, nevetések gabajodnak egymásba. Felső fokon élünk, hogy a jucus azzal az édes vigyorával, a teli szívével azt mondja nekem, hogy hülye, pedig nem is tudja, mit jelent. Hogy a Samuka idejön, hogy anya, hoztam neked gyűrűt, mert te leszel a felesége. Hogy a Henny éppen szépen eszik. Hogy ez a drága, Mamlasz Krisztián ide bújik és összenyál az. Minden percre jut valami csoda. Igen, azért is kértem, hogy ezt még olvast fel, mert
Egyrészt mert ebben olyan szépen össze van foglalva, hogy mi van. A másik meg, én itt kérdeztelek, hogy arról beszélhetünk-e, hogy azóta mi történt, ami ott szintén le van írva röviden. Mert hogy az ember azon gondolkodik, mert ugye az nem kérdés, hogy a Csöpi egy tényleg egy átadatlanul fantasztikus, csodálatos ember, és hogy van-e olyan, hogy az élet igazságossága, vagy igazságtalansága, vagy hogy az élet hogy működik, meg mi miért van, mert hogy azóta sok olyan dolog történt a Csöpiékkel, amire hát csak azt tudjuk mondani, hogy hát nagyon-nagyon nem érdemelte meg. Igen. Tehát elment Krisztián, megfulladt a kórházban, a kórház felelőtlensége miatt, az jelenleg lezárult a nyomozás, és vádemelési javaslattal most az ügyészségben van a dolog. Ez történt 20-ban, 21-ben a nagynéném a kezelőnk közt halt meg, aki ott élt velünk. Majd most májusban az egy szemvér szerinti lányom 36 évesen meghalt. Egy fatális baleset következtében, amiről a rendkívüli halálesetek nyomozó is azt mondták, hogy ilyen nincs, és mégis van. És ebből úgy kell kilépnem, hogy a gyerekek nem tudják. Tehát ők csak azt tudják, hogy a Krisztián nincs, a többi terhet nem tudom, és nem is rakhatom rájuk. Így tudják, hogy a nagynéni az elment egy szociális otthonban, és hogy a Niki meg visszament Németországba. Tehát ők ezek úgy kellett lebonyolítani a búcsúztatót, mindent, hogy akkor ők pont táborban legyenek, hogy semmit ne érzékeljenek ebben. És akkor ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy ez miért is, és hogy is van. Erre nincs válasz. Erre csak az a válasz, hogy tovább kell menni, tovább kell lépni, és vigyázni az ítélőkre. Nagyon nehéz megszólalni, amikor te kiültél, akkor ugye, amikor elkezdted a saját történetedről mesélni a felolvasás után, akkor ugye mondtad, hogy igen, mert nem döntés van. Döntésről kérdeztek, hogy nem döntés, hanem hogy teljesíteni akartad az álmodat, vagy hogy volt egy álmod. És ugye a könyvben is egy történet után befejeződik az interjú, 19-ben, 17-ben, 18-ban, és akkor sok esetben nem mindig, de sok esetben van utánkövetés, saci, vagy összefoglalva az azóta történteket leírjam, de te történeteddel is. És azon gondolkozom, hogy nem tudom, hogy mennyit ad a Jóisten valakinek, hogy tényleg annyit, amennyit elbír, vagy hogy van ez pontosan, ezek olyan kérdések, amit nem véletlenül gondolkodunk, de hogy neked az volt az álmod, hogy odaadhass magadból szeretetet, mert hogy te szeretetből vagy összetéve, ez a 175 centi, vagy 170, vagy 172, ez te magad vagy a szeretet, és ezzel nagyon sok példát mutatsz nekünk, nagyon sok mindent adsz. Nem csak azért, hogy 9 rózsaszín szemüvegen, vagy ilyen rózsaszín szemüvegen keresztül lássuk, mert te se csak azon látod. De mégis, amivel fölállsz, nem tudom, amiből tudsz töltekezni, valószínűleg ezekből a pillanatokból, ami itt van, de hogy tudsz tovább menni, és tudod továbbadni azoknak, akiknek a legnagyobb szüksége van még rá. És ez biztos, hogy nem egy egyszerű út, de elképesztő sokat kapunk, így ismeretlenül is a te történetettől. Nagyon szépen köszönjük, Csapi! Jutka története következik. Egy olyan életnek a
szereplőjét, Jutkát fogadjátok szeretettel, és akkor ebből jöjjön egy részlet. Szia, Jutka! Kicsit a Saciról is legyen szó. Nekem a Csöpi történetére egy mondat erejéig, és csak téged idéznének, hogy ne bújj ki a felelősség alól. Volt benne egy mondat, amit én így ki is fotoztam magamnak, hogy szerettem pedig csak egy pici és szeretném felolvasni. Amikor megint betolnak a gyerekek a házba, akkor ezt írod, a többiek tolnak újra a házba, hárman csimpaszkodnak belé, simogatják kezem, arcom, húzom magammal a tétek nélküli szeretetnek ezt a puha köpenyét. És ezt szerettem. És akkor most Jutka története, amiről én az elején mondtam, hogy én ezt igazából nem is tudom felolvasni, és ezért egy ponton majd elfogyok, hogyha nem haragoztok. És majd Jutka mesélhetjük. Ül a kanapén, nézem, milyen szép az arca. Milyen szabályos. Szép kislány lehetett, aztán szép nő. Végig mutatja a virágokat az ablakban, megigazítja a kis csipketerítőt az asztalon, nagy levegőt vesz és neki kezd. Anyám pedagógus volt, apám főkönyvelő. 3 éves voltam, amikor elváltak. Úgy döntöttek, hogy az új kapcsolataikban egy gyerek csak akadály. Így hát anyám egy reggel elvitt az óvodában, mint rendesen, de délután nem ő jött értem, hanem egy gyámhatósági hölgy, meg 2 rendőr. Emlékszem mindenre, mennyire megörültem, hogy beülhetek egy igazi rendőrautóba. Felvittek aztán egy második kerületi intézetbe, és ott átadtak egy nevelőnőnek, mint egy csomagot. Nem értettem. Miért nem hazavisznek? Miért nem jött értem az anyukám? De ő nem jött. Soha többé. Nyugodtan beszél, már tárgyilagosan. Azt mondja, ez új. Régen csak kiabálni tudott a tűktől, a fájdalomtól. Előtte már szobatiszta voltam, de akkor újra elkezdtem bevisülni. Az intézetben ökölje uralkodott, a nagyobbak bántották a kisebbeket, az egészségesek a betegeket. Hát. És innentől egy hosszú történet. És akkor most nekem kéne mondanom valamit? Nem, neked nem. Az is jó, most hallgatjuk egymást. Én miközben olvastam, hogy engeditek. Én hogy azon gondolkoztam, hogy amikor olvastam a történetedet, ami a könyvben a legmegrázó történet talán, hogy mennyi olyan hősünk van a történelemben, vagy hát példaképünk, akik, és ez is a Sacival összekötni lehet titeket, hogy valami olyasmit mért rájuk a Jóisten, vagy sors, ami úgy azt érzi az ember, hogy nem igazságos. És amikor ezt olvastam, akkor arra gondoltam, hogy de jó, hogy ez olvashatóvá vált. Mert így ez az igazságtalanság hirtelen minden olvasónak a segítője lett ez a történet. És de jó, hogy megszólaltattad Saci Jutka történetét, mert mellette így azt érzi az ember, hogy na itt azért kicsit vigyázva fogok állni, hogyha itt Jutka itt lesz mellettem. És ez hálásan nem is olvasnám tovább, hanem. Inkább ti beszélgessetek. Mert azért vagyok most megrendülve, hogy sírsz, egyrészt teljesen érthető, másrészt meg, mert a Jutka sokszor elmondja a történetét, ugye jársz mindenféle érzékenyítő programra, iskolákba is, ott írta a Facebookon egy ismerős, és hogy éppen ott voltál az ő lányáik osztályában, és hogy... Igen. Igen, szóval, hogy nem az volt, hogy én most kirángva
vagy kirángattuk téged ide, hogy most itt meg kelljen hallgatnod és újra átélned ezeket a szörnyűségeket. És hogy mégis így hat rád ezt hallani, pedig nagyon sokszor elmeséled az utóbbi években, te is. Olyan érzékenyítő programban veszek részt, ahol iskolákban és munkahelyeken mondom el rendszeresen az életemet. Ez mellett Szalai Kriszta rendezésében színpadon is megy az életem. Mindenhol ez történik. Tehát 68 év alatt megpróbáltam feldolgozni ezeket, de csak annyit tanultam meg, hogy ezzel együtt kell lennem. Nincs más választásom. Az a szerencsém, hogy olyan közösségre találtam. Én a Város Mindenki Érdekvédő munkacsoport tagja vagyok. Ez mellett az első kézben a hajléktalanságról csoport szintén tagja vagyok. És itt kaptam elvileg erőt, célt ahhoz, hogy tudjak arról beszélni, ami a mai világban még mindig tabu, és ez a családon belüli erőszak. Állami gondozottként ugye intézeti társaim voltak a családtagok, akkor is bántalmaztak. Az első házasságomban 17 év alatt, hát szóval csak a rosszat kaptam. Öt kisfiamat temettem el brutális verés miatt, aminek később olyan eredménye lett, hogy rákos is lettem azok után, a verések után. Aztán jött ez a második házasságom, 31 éves törvényes házasság után léptem ki ebből a kapcsolatból, szintén családon belüli erőszakért. Ismerem Becsei Miklós urat, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat vezetőjét. Tudnék, Budán éltünk a jelenlegi férjemmel egy kunyhóban, oda jártak ki hozzánk a szocmunkások, személyesen föl tudtam menni a Szalvas Gábor útra Becsei úrhoz segítséget kérni, személyesen kaptunk segítséget. A férjem mai napig ott él, apa budai, önként épített kis kunyhónkban, az egyetlen szerencsénk, hogy magánterülete van. Tudnék, a mai törvények azt mondják, hogy kunyhóépítése közterületen a tulajdonosengedélye nélkül tiltott. Mi magánterületen vagyunk, engedélyen húztuk föl azt a bizonyos kunyhót, ami indult egy egyszerűtös szobából, ma már 3,5 szoba konyha. Oda fogadtunk be más hajléktalan embereket, oda fogadtunk be kóbor állatokat, csak hát szóval elég eldurult a házasságunk, ezért én tavaly március 8-án nőnapi ajándékként olyan verést kaptam, hogy eltörtek a portáim, meg a szedcsontom, ekkor menekültem el. Én már a második olyan erőszakos házasságból, amit képtelen voltam tovább csinálni. 3 napig az utcán voltam, mire megtudták a Város Mindenki csoport tagjai. Pillanatok alatt lehetőséget teremtettek nekem arra, hogy úgynevezett ingyenes lakó legyek egy baráti családnál. Szívességi lakáshasználatként másfél hónapig laktam a lakásukban, és ez alatt a másfél hónap alatt találták meg nekem azt az albérletet, albérletben élek, ami szociális albérlet, ami azt jelenti, hogy jóval áron alul van, mint ugye a rendes albérlet, és ráadásul nagy szerencsém, hogy ugye a Város Mindenkié és a TASZ Társaság a Szabadságjogokért elvileg együtt dolgozik, és én pont egy taszosnak a lakásába kerültem be, ügyvédébe.
mert ő véletlen nem tudtuk, hogy így fogunk találkozni, csak akik intézték az utcáról lakásba egyesület, ők tudták. Ebben a lakásban lakok mai napig. Az én fizetésemből még így sem tudnám fenntartani, bocsánat, mert röhely, négy helyen 129.000 forintért dolgozom. És ha nem lennének azok a barátaim, akiket a Város Mindenki kapcsán ismertem meg, és akik a Város Mindenki kapcsán lettek a barátaim, akik az első perctől kezdve támogattak, megfogták a kezemet, és a mai napig támogatnak, akkor én ezt sem tudnám tartani. Ez egy szoba, konyha, fürdőszoba, kis garzon, galériás garzon. Igyekeztem nagyon otthonossá tenni, én nagyon szeretem a virágokat. Van egy befogadott kóborcicám, ez mellettetek másik három kóborcicát. És én boldog vagyok, hogy 68 évesen ez az első otthonom. De ugyanakkor néha depressziós vagyok a magától. Rossz úgy az a menőcsek, kivel vár. Nem tudok kivel beszélni, nem tudok kivel megosztani a gondolataimat, a napjaimat. Ennek ellenére nem engedtem el a férjem kezét. Mai napig heti szinten találkozunk. Elhozom a szennyes ruháját, de ő lehozza a Calvin térre a szennyes ruháját. Én oda vissza neki a tisztát, és minden hétvégén föltételt adok neki. Tehát nem váltam el tőle, nem szakadtam el tőle totálisan, mert tudom, hogy nélkülem még rogyabb ember lenne, mint amilyen. Csak már nem lehet vele együtt élni. És ezt kénytelen elfogadni, hív vissza, számtalanszor hívott a másfél év alatt. Én nem tudok visszamenni oda, ahol olyan súlyos bántalmazásért 31 év házasság és tűrés után, amit utoljára elkövetett. Úgyhogy azt hiszem, hogy én soha nem voltam hajléktalan szállón, soha. Egyetlen egy éjszakán sem. Soha nem álltam sorban, egyetlen egy tányér kajáért sem. De azt hiszem, hogy azok a hajléktalan emberek, akik elfogadják a szállórendszert, és akik rákényszerülnek az ingyen étkezésre, azok a lelkükben érzik, és a szívükben hordják, hogy mennyire megalázott helyzetben élnek. Én azzal, hogy albérletbe kerültem, ebből a megalázottsági érzésből valamennyire kikerültem, de a lelkemben hordom tovább ezt a 31 év hajléktalanságot. És azt hiszem, hogy a legnagyobb probléma az, hogy még mindig nem tudom megérteni, mint érdekvédelmi aktivista, hogy a többségi társadalom mennyire elítéli a hajléktalan embereket. A többségi társadalomnak eszébe sem jut, hogy nem mi választottuk ezt az élethelyzetet, hanem annak oka van. A többségi társadalom nem fogadja el, hogy nincs mindig kiút. Én nekem, ha nem lennének olyan barátaim, akik vannak, én sem lennék albérletben. És ha nem lennének olyan barátaim, akik vannak, már rég fel kellett volna adnom ezt az albérletet. Tehát visszakerültek volna a hajléktalanságba. Azt kéne megérteni, hogy ellátó intézmények korán sem tudnak olyan segítséget nyújtani, ami ténylegesen kivezet a hajléktalanságból. Vannak esetek, lehetőségek, de 35.000 hajléktalan emberről beszélünk. Melyik alapítvány, vagy melyik ellátó intézmény tud 35.000 embernek lakást biztosítani? Melyik önkormányzat? Egy se. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az lenne a legfontosabb dolog ma,
És egyébként minden rendszernek a hibája, hogy nem erre törekszik, hogy minél több szociális bérlakás épüljön, és minél több rászoruló családot, rászoruló emberkét juttatassanak ahhoz a lakhatáshoz, hogy visszavezessék őket a társadalomba, munkaképesek legyenek, és legyen életük. Mert egy hajléktalan embernek nincs élete. Egy hajléktalan ember tanulsa az útját, és sokszor kilátást alakul. Én, ha valaki, én ezt nem tudom. Csak visszatérve oda még, hogy ugye kérdeztétek, hogy miért ezeket a történeteket írom, meg miért pont róluk. Ezért is, mert a Jutka is az egyik legjobb példája ennek, hogy a többségi társadalomban a legtöbb ember, meg a legjóindulatúbb emberek is, akik mennek, csinálják a saját életüket, saját nehézségeiket, saját terheiket cipelik, nem fognak közel menni egy hajléktalanhoz, hanem csak az agyuk hátuljában ott annyi van, hogy egy hajléktalan. És hogyha közelebb megyünk bárkihez, akár egy hajléktalan emberhez, akkor már ott van előttünk egy iszonyú bonyolult egyedi építmény, és pont ezt értjük meg, hogy véletlenül sem az van a legtöbb esetben, hogy amit még mindig nagyon sokaktól hallunk, hogy úgyis csak elissza. Azért lett hajléktalan, mert iszik, hát most akkor magára vessen. És hogy ez mennyire nagyon-nagyon nem így van, és hogy tényleg ez mindannyiunk felelőssége. Az ivásról. Én iskolákban számtalanszor megkapom azt a kérdést, hogy miért isznak a hajléktalanok? Hogy segítsünk, hogyha boros üveg áll mellettük? És erre azt szoktam mondani, hogy megkérdezted tőle, hogy azért lett hajléktalan, mert ivott, vagy azért iszik, mert hajléktalanná vált? Mert nagy a különbség. Megkérdezted tőle, hogy akkor, amikor belecsöppett a hajléktalanságba, volt-e valaki a háta mögött? Egyetlen egy segítőkész. Én mögöttem nem volt. Én mögöttem 10 év, 11 éve, a város mindenki áll. De 31 évig voltam hajléktalan, ha-hó. Tehát úgy kéne gondolkodni az embereknek, mi a város mindenki azt mondjuk, hogyha pénzt tesz a hajléktalan embernek, soha ne kérdeznek, hogy mire költi. Mint hogy a pékségbe se kérdezik meg, hogy a kenyérállából tisztet vesznek, vagy élesztőt. Ha segíteni akarsz egy hajléktalan embernek, a legnagyobb segítség az, ha ember számba veszed, ha beszélgetsz vele, ha megpróbálod feloldani benne azt a feszültséget és félelmet, mert megtanulnak a hajléktalan emberek félni a normális emberektől, bocsánat, hogy így mondom, a sok megalázás, a sok rám például kutyát uszítottak, áhokba lögtek, még amikor kukából éltünk a férjemmel. Tehát azért megtapasztaltam a legrosszabb oldalát. És ha megtanulnak újra bízni az emberekben, ha kimernek tárulkozni, ha a többségi társadalomból megpróbálnak emberek munkával segíteni, akkor nagyon sok ember megmenthető. Nagyon sok ember. Csak fel kell ismerni bennük a jót, az akaratot. A visszatérést az életbe, a normális életbe. Nagyon sok munka, én tudom. Én mai napig dolgozok hajléktalan emberekkel olyannyira, hogy pontosan most vállaltam fel az utcáról lakás egyesületnél mentorálást olyan testvérpárnál, akik most fognak kikerülni a hajléktalanságból lakhatásba. Én fogom segíteni őket ebben. Ráadásul ugye, mint aktivista, kiállok a elhelyezés nélküli kirakoltatás mellett, ami polgári engedetlenséggel jár, és vállalom. A gyermekjogi törvény szerint kiállok a családok belüli gyermekek szegénység miatti, illetve hajléktalanság miatti elvétele ellen, ha kell, polgári engedetlenséget követek el. Minden olyan emberi jogért kiállok, ami
ami szerintem, a lelkem szerint igazságtalan. Kiállok azokért a hajléktalan emberekért, akik önhibájukon kívül csupán csak a megkülönböztetés miatt nem kapnak munkahelyet. Ezt is áttöltem, mert akkor, amikor lakcím nélküli voltam, számtalan helyen megkaptam, hogy mit akar ezen a lakcímkártyával, és ha megrob, hol keresik magát. Innen indul egy hajléktalanság. Nem a bizalomra épül, nem arra, hogy kipróbáljuk ezt az embert, hanem egyből levonjuk a konzekvenciát, mert hajléktalan. És azt hiszem, hogy a színház kapcsán tapasztaltam meg, hogy van egy vallásos kis fiatalokból álló csoport, akik szintén felkaroltak hajléktalan férfiakat, sajnos már ketten meghaltak azóta, saját maguk fizetik azt a lakhatást, amibe bevitték őket, visszairányítják őket a munka világába, segítik őket a tanulásban, amelyik valamit tovább szeretne tanulni, akár csak egy érettségét megszerezni, vagy egy szakmát, és megtalálták az útjukat. Én azt hiszem, hogy minden olyan embernek, akinek lehetősége van munkát biztosítani hajléktalan embernek, csak bizalom kérdése, semmi más. Igen, abszolút elmondta a Jutka, amit én is különben mindig elmondok, csak hát az ő szájából még sokkal hitelesebb. Úgyhogy nem is ismétlem. Köszönöm szépen. Igen, én is azon gondolkozom, hogy hallgatjuk a történetet, egy picit hallottunk belőle. Majd mindjárt mondok egy nagyon bennem lévő gondolatot, de hogy talán van reménysugár. Tehát talán volt reménysugár. Nem tudom, hogy mindig volt-e olyan kapaszkodód, Jutka. Tehát nem tudom, hogy volt-e, de kevés az a reménysugár, mert tényleg cselekedni kell. És ott van a könyvben, és egy kicsit hasonlóhoz kapcsolódóan van egy gondolat, amit ki is írtam magamnak, hogy ugye itt nem szokás az embereknek nyomot hagyni maguk után. És hogy nem csak ezen változtat ez a könyv. Mert nagyon sokat tettél, Soci, azzal, hogy ezeket a történeteket most összeszedve is elég teszed, mert nagyon sűrű a könyv. Azt hiszem az este maguk is érzik, hogy tehát én konkrétan, ugye amikor olvasok, akkor szoktuk azt, hogy csöndben vagyunk, és ugye találkozunk a szöveggel, de én konkrétan nem tudok megszólalni. Nagyon ritkán fordul velem elő, hogy olyan nagy hatással van rám az olvasott szöveg mellett a személyes találkozás és a tekintetek, mert a mindannyiunknál ott kezdődik egy kapcsolódás, ha egymás szemébe tudunk nézni. És a Soci könyvében már megvan ez a szenvedézés, de így személyesen találkozom most már. A harmadik történet, ez tényleg szavakon túl. Tehát, hogy talán azzal fejeztem be, hogy nem tudom, hogy mindig volt a reménysugár, de hogy a mi feladatunk tényleg az, hogy egyszerűen most, hogy arcot és helyszínt és történetet kaptunk, akkor tényleg cselekedni kell nagyon sok esetben, mert ezzel tudunk adni talán egy reménysugár. De neked is ez történt, hogy találkoztál olyanokkal, akik meglátták benned. Igen, igen, igen. Én a város mindenkitől kaptam célt. A város mindenki épített föl, adták meg azt a reményt, hogy van egy további utam, ami a saját példámon okulva a mások megsegítésére szolgál. Kaptam egy olyan célt, amiben megtaláltam önmagamat, és ez nekem nagyon nagy segítség volt. És ami még nagy segítség volt, mondtátok, hogy Czalai Kriszta az életemből írt egy drámát. 50 évig hordoztam magamban egy családi titkot. 50 évig soha nem beszéltem erről, miközben nagyon súlyos magatartási problémáim voltak. Nem fogom elmondani, a könyvben benne van. De amikor Kriszta először kimondta a színpadon, én ott hagytam a színházat. És kint az utcán kezdtem meg gondolkodni, hogy most vagy Krisztát hazudtolom meg, vagy a nézőközönséget, vagy önmagamat tovább is becsapom. Választhatok, és visszamentem. Nem könnyű beszélni róla mai napig, de felszabadultam. 50 év után a lelkem felszabadult, ami
egyszerűen hihetetlen volt még a számomra is. Tehát a Krista azzal, hogy elmondta az én 50 éves sötét titkomat, azzal olyan terápiát adott nekem, amiről már tudok beszélni, amit azelőtt soha nem tudtam volna elképzelni. Tudok róla beszélni. Tudok a diákoknak olyan bemutatót tartani, ahol rádöbbennek arra, hogy oda kell figyelni az osztálytársakra. Mert bárhol, bármikor megtörténhet az, ami velem történt, és ennek van nyoma magatartásban, arcon, bárhol. Figyeljenek oda egymásra, és segítsék az ilyeneket. Én hozzám nem egy, nem két iskolai foglalkozás után sírva jönnek oda a kislányok, és elmondják, hogy ugyanezt érik meg nevelőapáktól. Úgyhogy, és ezeket megpróbálok én segíteni, de ehhez én nagyon kevés vagyok. Ehhez kell egy család. Egy igazi segítőkéz, mert hogy én elviszem pszichológushoz, hogy kibeszélje magát, az édes kevés, ha ugyanúgy benne van abban a bántalmazásban. És én azt szoktam mondani, hogy figyeljünk egymásra. Akkor épülhet egészségesebb föl az emberiség, ha minden ember a szemünkben egyforma, legyen hajléktalan, legyen cigány, legyen zsidó, legyen vallásos, teljesen minden ember, ember. És fogjuk meg a kezét a rászorulónak, ahogy én most megpróbálom megfogni azokét, akik a sorstársaim, csak ők még mindig benne vannak. Én ebből ki tudtam lépni, és remélem, hogy minél több ember ki fog ebből lépni. Köszönöm. Köszönöm. Annyit fűzök el hozzá, nem nagyon kell mit hozzáfűzni, hogy az első bemutatón is nagyjából, amiket most a végén elmondott és hangsúlyozott a Jutka, hogy ugyanezt szoktam elmondani, tehát hogy bennem is mindig ez van, hogy mindig van, ami összeköt minket, és egy ilyen egyszerű dolog, hogy mind emberek vagyunk, és olyan nagyon sokszor nem tudjuk ezt nem látjuk, vagy nem jut el a tudatunkig, vagy a szívünkig, pedig igazából ez lenne csak a lényeg, meg a figyelem, amit mindig mondok, hogy az tényleg egy döbbenetes tapasztalás nekem mindig, hogy amikor elmegyek olyan emberekhez, olyan emberekkel beszélgetek, akikkel szinte senki nem beszélget, és semmiféle figyelmet nem kapnak olyan szinten, hogy már a saját létezésükben is elkezdenek konkrétan kételkedni, hogy mennyit ad nekik csak az, hogy egy pici figyelmet kapnak, és azt megtapasztalják, hogy valaki rájuk kíváncsi. El sem hiszik, nagyon sokszor visszakérdeznek, és olyan sokszor találkoztam ezzel, hogy visszakérdeznek, hogy de tényleg? Hogy most tényleg mesélj el? Tényleg azért jöttél ide? És hogy nagyon-nagyon fel tudja őket tölteni, egy icipici figyelem, és ezt valahogy annyira tudatosítani kéne magukban, hogy tényleg ilyen pici dolgok mennyit tudnak adni. És az, hogy ember számba venni a másikat, ezt is nekem bármikor hajléktalan emberrel beszélgettem, mindig ez derült ki, hogy nekik a bármiféle pénznél, vagy adománynál, vagy bárminél fontosabb, vagyis elsődleges, mert anélkül nincs semmi, hogy ember számba vegyél. És hogy figyeljünk rá, és ha így magam előtt már, szóval egyre jobban az este hatás alatt vagyok, és tényleg elmennek a szavak, Saci, tehát hogy ez már az olvasásnál is így van, hogy nagyon nehéz egymás felé tenni a 25 történetet, mert az egyiknél ott a nagyító, a te nagyítód, ahogy egy anya megfogja a lányok kezét. A másiknál egy idős hölgyén, aki megmutatja a verseit, vagy a rövid ideig tartó szerelmének a képét, vagy ott egy egymás felé fordulás, vagy egy veszteség. Tehát nagyon sok helyen, nagyon sokféle
helyszínen, történetben, életszakaszban szólítasz meg embereket, és nagyon-nagyon nehéz egyszerre elolvasni egymás után ezeket a történeteket, mert tényleg mi is szembesülünk a saját életünkkel, a nehézségekkel, a szépségekkel, amit Hasi is mondta, a viszonyításokkal, szóval egészen máshová kerül a fókusz, és ezzel a nagyítószerű kiszélesítő képpel, mint egy filmben, hirtelen olyan szereplőink lesznek, akik mellett elmegyünk az utcán szinte minden nap, és most viszont lehetőséget kapunk arra, hogy mi is tudjunk változtatni. Mert hogyha elolvasunk, elgondolkozunk, és tudunk a saját magatartásunkon változtatni, lehet, hogy a mi nagyítóink is egészen másfelé fognak kerülni. Utolsó szereplőink jönnek, hogy fogjuk őket felvezetni. Mielőtt a Hasi felolvassa a történetet, mondjál két felvezető szólt az utolsó történetünk főszereplőjének. Csak egyikük fog egyik kijönni. Hol vagytok? Joli. És Kati. Joli és Kati. Csak Joli fog jönni? Igen. Joli. Gyere közben nyugodtan. Na várjuk szeretettel Jolit. Jövök. Joli a magori sütödének az oszlopost. A máltai projekt az, Monoron egy sütödé. Jól érkeztek, egy kis sütét is lesz majd. Igen. Meg lalkáltam kicsi korábban. Igen. Apám kihozza. Igen. Na mi jön este? Nem is emlékszem. Igen, oda volt a galambokké. Na, megvan galambok? Abszolút megvan. Hát igen, mert annak idején az ő apukájával, meg a Kozma Imre atyával találkoztam én, ötöttek előttünk, és kétségben voltak esve, nem találtak semmit, és én oda mentem, hogy segíthetek. Mi mindig. És így kapcsolódni érte. Mert nem tudom, talán 3-4 éves lehettem, igen. És akkor apukám magyar lesz, hogy itt, ahol most vagyunk, itt nincsen személy. Itt egyetlen egy dolog személyt, a dezodor, mert azt nem, mert az, ha bedobják a kályába, akkor felrobban. De minden más tüzet vannak. És talán mutatott embereket, akkor lehet, hogy pont a ti környéteket, vagy titeket, mondták, hogy nézd, ott van egy kis fű, aki nem emelt 2 napja. És előtte mutatták meg a galambokat, hogy álltak a fő utca közepén, meglett emberek, de 10-15-en, és alulról nézték a galambokat, díszgalambok, vagy így, hogy hittek. Hát nem díszgalambok, hanem hajták, tehát ilyen nem is versenygalambok, hanem csak a szórakozás céljára tartják. Na és bocsánat, hogy én beszélek, de ez konkrét élményem, hogy állnak az emberek, nézik alulról a csak pöltnek látszódó galambokat, és nézd már, hogy a Mózsi, hogy mi ott repül az éjfel. És akkor kérdezte, talán pont az atya, hogy miért nem eszik meg a galambokat, hogyha ez a gyerek 2 napig nem evett. És emlékszem, hogy onnantól kezdve egy napig nem szóltak hozzá atyához. Hogy a galambokat. Úgy, és nagyon volt, és sokszor eszembe. Hát igen, én azt is eszem meg, mert akár mondtam, Joli rájt, Zoli, légy szíves, mert neki most dolgoknak. És akkor légy szíves, vezest körbeülte, és te minden áron a galambot akartad megfogni. Igen, szóval Joli egy ilyen nagy gyerekvigyázó, tyúkanyó, mindig lehet rá számítani. És ugye az van a történetünkben, a hozzájuk kapcsolódó történetünkben, hogy ugye elmesélitek, hogy hát nyilván nem könnyű ott az élet, ott a telepen, meg te meséltél azt hiszem a gyerekkorodban is, hogy volt, hogy csak úgy jöttek a rendőrök, ott kellett, hanem. Igen, hát régen volt, hogy nagyon régen, hát ezt a gyárik is kérdezték tőlünk, hogy volt. Elmeséltem, hogy arra emlékszem, iskolás voltam, egész pszikát, és bentekszünk a szobába, és a rendőrök bejöttek egy ekkora hatalmas kutyába, és se szájkosár, semmi, és ugrott a kutya ránk. És a rendőr nem szólt neki, hogy nem szabad, vagy valami, hanem ha valaki megmozdul, a kutya most jól fog lakni. Ez volt a válasz. És én annak idején, amikor még kicsi gyerek voltam, megfogadtam, hogy mindez, hogy az Isten mennyi gyereket ad nekem,
de ő nekik ezeken nem szabad keresztül menni. Mert ha nekem a számba kéne huszkálni, akkor én huszkálnám magammal. És azért van az, hogy a tanodában volt 60 gyerek, és én annak az anyja voltam, meg a mamája, meg egyéb dolog. És én egy idegen gyereknek azt mondtam, mint a saját gyerekemnek, hogy gyere ide kicsi, ülj le, és mossák kezet, és eszünk. És elkezdtem nekik mesélni, és olyan ájhattal hallgatták végig a mondókáimat, mindegy, hogy kitaláltam én azt, vagy éppenséggel arról meséltem, hogy mit láttam a tévében, csak annyira lekötötte őket, hogy valaki észrevette, szereti, szépen szól hozzá. Nem azt hallja, hogy takarodj a sarokba, vagy menjél feküdni, hanem egyszerűen odafigyelt az ember rá. És én gyerekkoromban annyi bántást kaptam, hogy én próbáltam az ellentétét közvetíteni azoknak a gyerekeknek is, akik nem az enyémek voltak. És azt mondták, hogy ne menjünk haza, maradjunk itt, nem olyan nincs tévé, csak meséljek. És mondtam, hogy nem lehet, mert anyukátok jön, az beszegszik. Majd én lerendezem annyit. És akkor ez itt meg minden nap. Most olvasunk, hogy mert majd... Elnéztem rá. Mi a terv? Olyan jó hangulat van most. Igen. Csak hogy még hogy jól van, mint szó dióhéjban a... Nem, most már én sem tudom, hogy hívjam a riportban, novellában, anyagban. A sötét évek alatt. Igen, hogy ugye, hogy arról is mesélsz meg biztos kicsit, hogy az is milyen élmény volt, milyen nehéz volt elfoglaltatni magatokat. Hát ez úgy kezdődött, hogy a tanodával sütöttünk, és akkor volt a sikerpályázatok, és akkor annak idején a Juhász Kata, az volt a főnökünk, mondta, hogy Joli, elmegyünk, megnézünk két vállalkozást, és amelyik tetszik, azt fogjuk csinálni. És elmentünk, megnéztünk egy cukrászdát, aminek a vezetője, meg a tulajdonosa engem lenyűgözött, mint ember. És meg egy barodában voltunk, ahol azt mondtam a főnökömnek, hogy menjünk innen kifele, mert ha még itt maradok 5 percig, én megtépem ezt a nőt. Mert, mondom, egy gyerekkel nem viselkedünk így. Ráadásul egy cigánynőt, én ezt nem ezt vártam. Már általában a cigánynők olyanok, mint az oroszlán a gyerekeiké. És egy gyereknek, ha valamit a kezébe adok, avval szándéka, hogy ő játszom vele, akkor azt nem tépem ki a keziből. És ő ezt csinálta, és engem az úgy földvített, meg elkezdett politizálni, mondta, hogy mi nem ezért jöttünk ide, hanem azért jöttünk ide, hogy megnézzük a munkátokat, hogy milyen. És én mondtam a Katának, hogy ha lehet, akkor inkább maradunk a sütésnél. És ez így alakult. És akkor lett egy pályázat, amin elindultunk, a Badur pályázat, ott nyertünk 200 valahány ezeret, és mondta Kata, hogy ez is kevés, még hogy meginduljunk, mert ott egy nagyon pici konyhát képzeljetek el, hát talán ha ilyen széles volt, mint ez a színpad, és volt két rossz gáztűzhely, amit ki kellett az egyiket támasztani, mint tovább, hogy tudjunk benne sütni. És akkor elmentem a különleges étterembe gyűjteni, és elkezdtem gondolkozni, hogy itt mi nem fogunk gyűjteni, mert két másik szervezet is velünk volt, és ők a gyerekekkel foglalkoztak ők is. És utólag, amikor kiderült, hogy 676 ezeret gyűjtöttem, a kolléganőm a bánkat az siget. Volt egy ilyen rendezvény a Kőlevesben, csak hogy igen. Én és ott találkoztam először. És akkor hát így kezdődött egy nap. Elkezdtük megbeszélni, hogy mit veszünk belőle, mit újítunk föl, és mostani állapotában van a sütőténk. És ezt mi teremtettük meg. Először ketten, most meg négyen. Kolléganő ott van, csak ő szégyeli magát, és nem jön, de úgyhogy nem csinál. Rengeteg munkával, de rengeteg szeretettel. Hát másképp ezt nem lehet csinálni. Az ember, ha én legalábbis úgy vagyok, ha nem úgy adod oda a gyereknek az ételt vagy a sütit, az nem fogja megenni. De ha benne van a szíved meg a lelked, akkor az duplán élvezetes az a sütemény. És mindig megkérdezik, mi van benne? Hát mondom én. A másik meg az, hogy a piacon volt ilyen
ugye minket, hát mi sírva jöttünk vissza a piacról, hogy kivittük a süteményt, és senki nem akart venni. Én ezt szeretem neked, hogy fogadtak benneteket, és ez hogy alakult? És képzeld, de hogy annyira dühített, hogy én sírtam. És akkor mondom a főnök asszonynak, mondom, Kata, mondd meg őszintén, mi van rajtam, amíg nem vettek tőlem süteményt. Szaros a kezem, vagy kurvos az arcom, vagy mi van bennük? És akkor nyugodj meg, hogy majd. És én úgy döntöttem, amikor kimentünk, hogy oda mentem egy pár emberhez, elkezdtem velük beszélgetni, és a mai napig, ha nem viszek süteményt, akkor kívánnak velem. Úgyhogy én nyitottam először feléjük, és úgy fogadtak el. Jó, most is van egy-két személy, akinek nem vagyok szimpatikus, mert barna a bőröm, mert azt hiszi, hogy ingyen élő vagyok, de engem azt nem érdekel. Mondtam, hogy ha annyit letesz az asztalra, amennyit én leraktam, akkor lehet engem kritizálni. És még az a, bocsánat csak nekem, ami tök fontos, hiszem azt pont talán a Kati mondta, ami benne van a könyvben is, hogy ez ami a címa ennek az írásnak, hogy engem még nem talált meg senki. Ugye ezt nem te mondtad, azt a Kati mondta? Hogy ez is milyen fontos, hogy elmeséli, hogy neki az emlékszem, és annyira előttem van, ahogy ezt mondta nekem, és ragyogott az arca, és annyira átjött, hogy ez tényleg az életének a forduló pontja volt, amikor egyszer csak azt mondta neki Juhász Kata, hogy Kati, te milyen fantasztikus pogácsákat sütsz. Igen. És de jó, hogy megtaláltalak. És akkor erre mondta a Kati, hogy hát ez olyan csodálatos volt ezt hallani, mert engem még nem talált meg senki. Igen, mert... És hogy ez mennyit számít? Kati, aki itt van, ő a 28.000-100 forintot dolgozott nálunk. És akkor mi sokat beszélgettünk, hát én gyerekkorom óta is olyan Katit, jó barátságban vagyunk, hát ő a testvérem, úgymond, akivel én elmondhattam büszkén, hogy ahol én dolgozok, az az én családom. És sokat beszélgettünk, és mondtam neki, hogy Kati, nem akarsz ide jönni. Mondom, nézzünk, hogy négyen kezdtük, és itt hagytak engem a francba egyedül. Egyedül próbálok valamit csinálni, de kevés vagyok. És akkor mondta, hogy hát tehát majd a Kata. Mondom, majd de én is szólok neki. És akkor mindig mondtam a Katának, de Kata, vegyük fel a Kati, tud sütni, jó tud sütni, meg egyéb mindent. És akkor egyszer, azt hiszem, rendezvény volt, és akkor mondta, hogy jól így kéne sütni, de egyedül nem fogod bírni. És akkor szólj a Katinak, hogy segítsen. És amikor megkóstolták a pogácsát, akkor mindenkinek akkor esett le, hogy mit tud a Kati. Mert ugye ti ezt, hogy nem bírod egyedül, tehát még többen is van, hogy alig bírjátok. Van, amikor 8-10 órát álltok ott késő estig éjszakáig, amikor olyan megrendelés van. Hát most például karácsony előtt, most mielőtt el nem jöttünk, haza kellett kérdeztenem, hogy én ide el tudjak jönni. Mert annyi megrendelésünk van a teremföldre, meg hát veszekednek is a süteményekért, úgyhogy muszáj voltam, hogy megígértem, hogy eljövök, akkor muszáj voltam hazamenni, és akkor óra minden kezdődik előre, úgyhogy be se fejezzük az egyiket, ott a másik. És erre még nagyon büszkék vagyunk, mert a miénk az szó szerint tiszta szeretet a sütemény. Az nem árt, az használ még a betegnek is. Elmondom, ez komolyan, ez nem vicc, mert akinek beleteszi a szívit, lelkit, meg a minden szeretetit, azt csak segíteni tud, nem ártani. És jó volna, ha minden ember azt benne elrakó, hogy mindenkit egyformán kéne szeretni, mint ember. Jó mondta Jutka is, mert hogyha valaki úgy gondolná, hogy ember számban veszem ezt az embert, és szeretem, akkor nem volna háború, nem volna éhség, nem volna gyilkosság, nem volna rablás. Hát teljes másképp alakulna az embereknek az élete. Én minden rossz a gyereknek, kicsi gyereknek átvétem mindent. Én anya nélkül nőttem föl, annyi verést kaptam, hogy életemben egy ember el tudtam volna viselni ezt a verést, már meghalt volna. Az asszonynak sem volt jobb az életem, de itt vagyok. Én azt mondtam, az én gyerekemet senkinek nem fogom odaadni. Az az enyém. És ugyanúgy vagyok a munkatársaimmal is. Ugye az én munkatársaimnak senki nem fogja bántani, mert ők nem ezt értem mit.
Sőt, nem csak azt, ha valaki eljön hozzám, én arról vagyok híres, nem csak sötödés vagyok, vagyok gyerekvigyázó, biztonságőr, minden egyszerű. Úgyhogy én nem akiket én szeretek, és általában szeretem az embereket, én nem szeretem, hogyha bántják. Mert ez nem erről szól. Igaz, hogy 20 éve vagyok már Máltai Szeretett Szolgálatnak, 60 éves vagyok, ilyen dupla fordulóban, de nem bántam meg. Az életem legjobb döntése volt, hogy én oda kimentem atyáékhoz. Mennyit kaptunk tőletek ma este, Úristen? Nagyon szépen köszönöm, hogy és tényleg hoztatok finomságot is. Igen, ott van az asztalon. Van diós mákozsárkó, az én találmányom a mákozsárkó. Benne is van a történetben. A van a kókuszos pöffetek, citromos, csokis. Úgyhogy lehet kóstolni majd. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm, hogy eljöttetek. Hasi megkérdezte Julit, hogy melyik a kedvence, és erre válaszolta, hogy mindegyik, és az a legnagyobb dicséret. Ha elfogy minden, ez most akkor vegyünk felszólításnak is. Oda jöttek hozzám, parasztlángot csináltam kemencébe, 30 kiló lisztből tagasztottam be, és az egész tabály jött még, 20 ember, még a kollégák, és egy ekkora darab maradt, ami az enyém lett volna, és jött egy asszony, és kivette a kezembe. Azt mondja, nekem adott? Mondom, persze. Úgyhogy az élet szerintem teljes más volna. Azt hiszik, hogy az ember csak azért mondja, mert itt van, nem. Kati tudja, mert úgy hív engem, hogy Teréz anya. Én egyszerűen nem is tudom elképzelni azt, hogy valaki szeretet nélkül éljen. Mert ebben a világban arra van a az a legfontosabb. Mert a gyerek azt fogja megtanulni tőlem, hogy én ilyen ember vagyok. Ilyen lesz az én gyerekem is. Nem gyűlölködik, nem fogja másokat csúfolni, nem fogja másokat bántani. Az én gyerekem is nélkülözött sajnos sokat. De én mindig arra tanítottam, hogy te ne bántsál senkit. De ha viszont ha bántanak, akkor védd meg magad. De te ne tened ki az az ember, aki megvered a másikat, vagy csúfolod, mert kitaposom a beledet. És szó szerint úgy is van, hogy tudják volna, hogy én, a gyerekeim, én minden, az életemet odaadom, meg az unokáim is, gondolkozás nélkül. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy elhívtál erre az estére, de ez több, mint amire az ember elsőre számított. És ezeket nem tudtuk előre megbeszélni egy hónap alatt, hogy mi fog itt történni, mert az ember egészen másképp találkozik egy történettel, saját magával, az élettel, a szeretettel, a fájdalommal, szóval mindenki nyilvánvalóan rengeteg mindent elvisz most magával ebből a programból. Fantasztikus a könyv. És nagyon sokat hozzátesz a személyes találkozás, az egymás szemébe nézés. Úgyhogy hát átadom nektek a szót. Én nagyon-nagyon sokat kaptam ezúttal is, október után másodjára. Biztos, hogy másképp fogok kilépni ebből a teremből, mint ahogy beléptem, és ezt nagyon komolyan mondom, semmi szimpadias nincs benne, mint látszódott, tényleg csak csöndjeim vannak, tehát ott nagyon elfogytam itt. Úgyhogy átadom nektek a szót. Tiéd lesz a lezárás, nem tudom, hogy te hogy érzed, most magad ezt a nebeutató után, mert ez ránk biztosan olyan nagy hatása van, de abban biztos vagyok, hogy rád is. Igen, mindenképpen, és pont én arra gondoltam, hogy
Ugye én, nekem megvannak ezek az élményeim, ezek a személyes találkozások, és olyan boldog vagyok, és olyan jó érzés, hogy ezt így át lehetett adni, vagy egy picit kis szeletét meg lehetett ennek mutatni, mert nyilván nem véletlenül írom elsősorban ezeket a típusú történeteket, de hogy nagyon, tényleg csak ezt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon örülök, hogy egy picit nektek is ezt is megmutathattam, mert mindig meg akarom mutatni ezeket a történeteket, azért írom nyilván, de hogy ezt a pluszt is megmutathattam belőle, és hogy ilyenkor mindig újra rádöbbenek, hogy azért tényleg én is mennyit, milyen rengeteget kaptam ez alatt az elmúlt majdnem 20 év alatt, hogy ezzel foglalkozom, és ilyen emberekkel találkozom, és ilyen emberek adnak nekem ajándékot folyamatosan. Úgyhogy csak megköszönni tudom nekik, meg annak is, aki olvas, és annak is, aki figyel, és pláne, hogyha ezután is figyel, vagy ezután még jobban figyel, nem engem, hanem a mindenkire. És hogy tényleg, hogy ezt ne felejtsük el, mert annyira kézenfekvőnek tűnik, de mégis olyan könnyű elfelejteni ebben a rohanásban, meg őrületben. Mindenki a túlélésre játszik, hogy nem vagyunk egyedül, neki ezt érzi, hogy annyira egyedül van, Jutka is elmondta. De hogy mind ott vannak ezek a láthatatlan kapcsok közöttünk. Nagyon szépen köszönöm.